vagyok hajnalban, körülbelül fél öt van, és 7:30-kor indul a kompom, úgyhogy most várakozunk, de pár óra, és még egy kompót kérdés, és ott vagyok Lankaviba. Sziasztok srácok! Végre bent vagyok váróteremben, sikerült megvenni a jegyeket is. Most már egy körülbelül egy bő fél óra múlva indulok is. Vagy hát nem én, indul a hajó velem együtt remélhetőleg. Aztán meglátjuk, hogy milyen is Lankavi, még onnan el kell jutnom valahogy a szállásra, mert csak tippelek, hogy hol van. Igazából megnéztem interneten a címét, de nem vagyok benne biztos, hogy az-e, mivel most ezt nem én foglaltam, de bízom benne, csak oda találok valahogy. Szerencsére reggel van, tehát egy egész napom van, hogyha esetleg valami nem sül el jól. Amúgy ott a csomagom. A hajóút körülbelül amúgy egy ilyen 1 óra 15 perc lesz. Amúgy itt van a közelben egy iszlám mecset, és egész reggel imádkozás, zeneszó, éneklés hallatszódott bentről, kihangosítva persze. Nem tudom, tehát most Ramadán van jelenleg, nem tudom, hogy ez emiatt van-e, vagy alapból minden hajnalban így megy ez, de tök érdekes volt. Másfelett, mert azért csak egy áldúszozott éjszak után illik az embernek. Ez a szobány van, két kis ágyam az egyikre. Lepakoltam, már rumni van, és akkor nézzük, milyen is Lankavi. Sziasztok srácok, itt vagyok Lankavi szigetén. Már túl vagyok egy stranduláson, minden okés eddig. Nagyon szép, a víz teljesen meleg, most így naplementekor pedig sétálni benne egészen felemelő, ott is van a naplemente. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ez volt az első két napom Lankavi szigetén. Ha kíváncsiak vagytok még ilyen videókra, akkor iratkozzatok fel. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok alá egy lájkot, és találkozunk a következő videóban.